napra vagyunk a harmadik szegedi HCV Pankráció Super Show-tól, ami 2014. április 26-án lesz. László Rolanddal, szervezővel, és Eddie Rage-el beszélgetek. Roland, először is téged kérdezlek. Tavaly, amikor a másodikon túl voltatok, tudtad már akkor, hogy lesz harmadik. Látszódott, hogy Szegeden gyökeret vert ez a műfaj. Hogy érzed? Először is nagyon szépen köszönöm ismét, Peti, a meghívást, és természetesen én már az első szegedi Pankráció Super Show után hittem azt, hogy hagyományt teremt a Pankráció itt Szegeden is, csak úgy, mint Budapesten, és hát a szegedi show-k hozták először a legnagyobb közönséget is a Pankráció show-kra. Úgyhogy Szeged a magyar pankrációnak mindig egy ilyen kis égköve, egy kis mekkája fog maradni a jövőben, ahova az ország minden tájáról érkeznek a pankráció rajongók. Eddie Rage most debütált a március 22-i dicsőség napján, és elpusztította konkrétan az ellenfelét brutális kivégző mozdulatával, és hát a kórházba juttatta szerencsétlen 8-ball nevű pankrátort. Szegedi show mit jelent számodra? Hogyan készülsz rá? Mire számíthatnak majd a nézők, ha te fölépsz a ringbe? Készülni nem igazán készülök, úgymond keményen rá, mert ismét egy olyan karakterrel bunyózom, aki ellen nem nagyon kell készülnöm, ugyanis a tag team pajtása, aki László Roland említett, kórházba került, és ő most ezért kihívott engem egy bunyóra. Nem látok nagyon sok esélyt neki erre, hogy sikerüljön esetleg bármivel is megfogni engem ezen a gálán. Hát amit tudok garantálni, azt, hogy ő is a kórházba fog kikötni, és akkor majd ott beszélgetnek a kórházi ágyba egymás mellett, és újra tag team partnerek lesznek, mert hogy ringbe még egyszer ő se fog belépni, az biztos. Roland, hozzád a kérdés, mire számíthatunk még a szegedi Super Show-n? Hát az előző gálán történt egy nagyon, nagyon durva dolog, ugyanis az előző bajnok elvesztette a bajnoki címét, a HCV bajnoki címet. Igazából az egyik csapattársa, ugye Gabriel Angelfire volt a bajnok, az egyik csapattársa, Zafar Amin tulajdonképpen ellene fordult egy kiki mérkőzésben, ahol 4 pankrátor küzdött meg a HCV bajnoki címért. Zafar Amin, a magyar pankráció új és leggyűlöltebb karaktere szerezte meg a HCV bajnoki címet, és ezzel ezt biztosan kijelenthetem, hogy a magyar pankráció leggyűlöltebb bajnoka is ezáltal megszületett március 22-én, és ő fog az est főmérkőzésében ringbe szállni a kihívóval, aki nem más, mint a magyar pankráció első bajnoka, az Extreme Mythos Icarus. És én, nekem személyes kedvencem, megmondom őszintén, az Icarus. Itt ül mellettem ugye a legnagyobb testű pankrátor, aki valaha szorítóba lépett a HCV-ben, és Icarus pedig az egyik legkisebb testű pankrátor. Ennek ellenére ugye nem mindig az erő teszi nagyjá a férfit, hanem ami itt van, a szíve. És Icarus egy ilyen pankrátor, egy ilyen ember, a karaktere magával ragadott minden pankráció rajongót. Érzésem szerint ő a legjobb. Persze csak. Hát ez az, nem hiszem, mert én vagyok a legjobb. Akkor csak Eddie Rage után. Eddie Rage után lehet, hogy a legjobb. Lehet, hogy a legjobb. Igen. Akkor korrigálnám magam. Ne engeditek. És a második legjobb igyekszik majd elvenni a HCV bajnoki címet Zafar Amintől a harmadik szegedi Pankráció Super Show főmérkőzésében.
Végezetül egy-egy mondat mindkettőtöktől, mitől lesz az idei szegedi HCV Pankráció szupershow a nézőknek emlékezetes, mit gondolsz? Ezt csak akkor fogjuk megtudni, hogyha eljönnek a Pankráció rajongók és végigizgulják a showt. Mint minden egyes Pankráció show alkalmával mindig vannak meglepetések. Sosem lehet tudni, hogy mi fog történni. Aki Pankráció rajongó, annak viszont itt kell lennie a szegedi Pankráció szupershow április 26-án, és garantálom, hogy olyan élményekkel gazdagodnak, amit sosem felejtenek el. Szóval április 26-a. Szeged, Pankráció. Muszáj eljönni. Muszáj.